Mégis mi vezette oda a rektorokat, hogy tollat kellett fogniuk? A döntés előzményeként azt kell tudni a rádióhallgatóknak, hogy december 13-án, az előző évnek a végén megkapták az intézmények azt az értesítést, amelynek a keretében a Horizon kutatási programokban a részvételünket az Európai Unió forrással együtt biztosítja, majd két nappal később, december 15-én bejelentették azt a döntést, miszerint kizárják a modellváltó intézményeket ebből a lehetőségből, illetve ezen intézményeknek a hallgatóit, oktatóit, kutatóit pedig az Erasmus mobilitási programokból. Pontosabban ez úgy hangzik helyesen, hogyha a forrásokhoz nem tudunk hozzájutni, és ezért nehézkesen vehetnének részt az intézmények ezekben a programokban. Ezek után hosszú csönd következik, majd február 15-ére invitálást kapott 7 rektor, 7 érintett rektor egy beszélgetésre az Európai Bizottságnak a képviselőivel, ami egy közel egy órás beszélgetés során az iránt érdeklődött, hogy mi a mi álláspontunk a magyar egyetemeken az oktatás és a kutatás szabadságáról, illetve hogy hogy látjuk mi ezeket az Európai Uniós programokat. És mind a 7 rektor egyöntetően amellett foglalt állást, hogy az egyetemeken a kutatási szabadság mindenképpen biztosított, egy olyan munka folyik, amiben az összes indikátorunkban, nemzetközi mutatóinkban, nemzetközi rankingekben elért eredményeink alapján látható a pozitív változás. A publikációs teljesítményünk, kutatási potenciálunk mind-mind azt mutatja, hogy ezek az egyetemek előre mennek, és a teljesítmény alapú mutatók alapján jól szerepelnek. Az Európai Bizottság jelenlevő képviselői meghallgatták az álláspontunkat, de nem tűnt úgy, mint akik akceptálnák ezt, elfogadnák ezt, hogy a magyar egyetemek jól szerepelnek, és szeretnének az európai programokban teljes jogú tagként részt venni, és ezért úgy gondoltuk, hogy nyomatékosításul az álláspontunknak, levélben fordulunk az Európai Unió két biztosához, Maria Gabrielhez, illetve Johannes Hahnhoz, akik Európai Uniós biztosok, és emellett pedig Ursula von der Leyen Európai Bizottság elnökéhez, amiben tájékoztatjuk ezeket a szereplőket, ezeket a biztosokat, illetve az elnökasszonyt arról, hogy a magyar egyetemeken milyen módon folyik a kutatás, milyen módon, milyen programokban veszünk részt, és hogy semmiképpen nem tartjuk elfogadhatónak, hogy egy politikai vitának a rendezéséül az egyetemi kutatók, illetve az egyetemi hallgatók sérüljenek, és ne vehessenek részt ezekben a programokban. 182 ezer hallgatót érint mindez, és 18 ezer oktatót, illetve kutatót, és hát azt is tudni kell, hogy számos olyan programnak a vezető kutatói, vezető partnerei voltunk, akár a Szegedi Tudományi Egyetem, akár a Semmelweis Egyetem, amelyek nagyon-nagyon komoly európai kutatási programoknak az élén álltak, és ezeket a lehetőségeket most ezek az intézmények elveszítették. Ezért született ez a levél, hogy arra kérjük elnökasszonyt, hogy vizsgálja fel az Európai Bizottság és az Európai Unió tanácsa ezt a döntést, és helyezze vissza mind erkölcsi értelemben, mind pedig anyagi értelemben a magyar egyetemeket, a magyar kutatókat és hallgatókat a megérdemelt pozíciójukba. A februári egyeztetésen a bizottsággal azzal kapcsolatban bármilyen információ elhangzott, vagy sikerült-e megvilágítani, hogy ennek a politikai vitának, amit ön is említett, hogyan kerültek a homlok terjébe a magyar oktatók, illetve a magyar diákok, a hallgatók? Alapvetően azt kifogásolták, hogy a magyar kutatási programokban a kutatásnak a szabadsága sérül, legalábbis az ő meglátásuk szerint sérül, mi pedig arról próbáltuk őket meggyőzni, hogy ez nincs így, hiszen olyan európai értékek mentén kutatnak a magyar egyetemek és kutatók, amelyek nem csak Magyarország, hanem az európai közösség javát szolgálják. Például, hogyha időben egy kicsit visszamennénk, mindegy 20-25 évvel ezelőtt, és hasonló helyzetbe került volna az akkor Szegedi Tudományi Egyetemen kutató Karikó Katalin, hát ne is gondoljunk bele, hogy milyen következményei lettek volna. Nobel-díjasokat adtak a magyar egyetemek. A magyar egyetem történet 650 éves időszak alatt világra szóló találmányokat értünk el. Számosat lehetne sorolni, és úgy gondoljuk, hogy méltatlan az a helyzet, amiben a magyar egyetemek kerültek ennek a vitának a kapcsán. Tehát nem lehetnek a magyar oktatók, kutatók és a hallgatók ennek a kárvallottjai. Azt is kérték a nyílt levélben, hogy a méltatlan helyzetet rendezze az Európai Bizottság, eszmélyi és anyagi értékekben okozott azonnali jóvátételt kérnek. Az eszmélyi jóvátétel az megtörténhet? Egy évtizedek alatt képződött
patinát letörölhet egy politikai testület? Hiszen itt azért félő lehet, vagy lehet ez csak egy jelzés, hogy egyfajta ilyen stigmát próbál az Európai Bizottság tenni a magyar felsőoktatásra. Én azt hiszem, hogy a magyar felsőoktatásnak a rangja, értékei azok az európai felsőoktatási kutatási térben, azok semmiféle stigmával nem törölhetők, nem írhatók fölül. A magyar kutatók, oktatók, a magyar hallgatók közül a legkiválóbbak évtizedek óta, ha kell évszázadok óta leteszik a névjegyüket az európai, illetve a világtudománynak az asztalára. Hogy ez a próbálkozás, ez miről is szól? Én továbbra is azt gondolom, hogy egy politikai vitának a rosszul kivitelezett rendezését próbálja az Európai Bizottság ebben láttatni. Én úgy hiszem, hogy ez a levél arra mindenképpen jó, hogy az egyetemeknek az álláspontját, az egyetemek felelős vezetőinek az álláspontját láttassuk a bizottság elnökével, és láttassuk az európai képviselőkkel. Hogy lesz eredménye, ez már nem a mi problémánk, vagy nem a mi, hogy is mondjam, mi szégyenünk, hogyha ennek nem lesz eredménye. Természetesen nekünk egy a feladatunk, hogy képviseljük a magyar egyetemistákat, képviseljük a magyar kutatókat és magyar oktatókat, és tegyünk meg mindent azért, hogy ez a fajta kizárás, ami a kutatói hálózatokból, az európai mobilitásból próbálja meg kizárni a magyar oktatókat, kutatókat, hallgatókat, ez ne történhessen meg. És hát bízunk abban, hogy azért az Európai Unióban olyan előrelátó, az európai értékeket követő politikusok ülnek, akik belátják, hogy ez hiba volt ez a döntés, és hamarosan a magyar egyetemek elfoglalhatják méltó helyüket. Szüksége van az Európai Uniónak a magyar egyetemi tudásra, szüksége van a magyar hallgatókra, hiszen ez az európai sokszínűség, és ez az európai demokráciának az alapja, hogy valamennyi tagállam azonos jogokkal vesz részt ezekben a programokban. A nagy kép egyébként hogy néz ki, hiszen itt a vitáról, a politikai vita kapcsán az Erasmusról, illetve a Horizontról beszélünk, de a magyar felsőoktatási intézményekben nem csak ezekkel a programokkal mehetnek ki külföldre tanulni a diákok, illetve jöhetnek ide diákok és oktatók, kutatók. Igen, hát számos olyan program működik ma Magyarországon, ami egyrészt az ország, másodszorban pedig a magyar egyetemek láthatóságát igyekszik támogatni. Ezek között hazai kormánytámogatású, illetve saját egyetemi, illetve alapítványi támogatású programok is vannak szép számmal. És hát láthatóak ezeknek azért az eredménye, hiszen például a Stipendium Hungaricum programnak a keretében nagyon-nagyon sok olyan országgal kerültek a magyar egyetemek kapcsolatba, ahonnan hallgatókat kaptunk, akik nagyon szépen beilleszkedtek a magyar társadalmi környezetben, és kiválóan végzik a munkájukat a magyar egyetemeken. És hát természetesen az alapítványok is mind arra törekedtek, hogy olyan ösztöndíjprogramokat indítsanak el, amik segítik a magyar kutatók külföldre jutását, magyar oktatók, illetve a hallgatóknak a külföldre jutását. Közös célunk van, hogy a magyar felsőoktatás az meg tudja mutatni azokat az értékeket, amelyeket évszázadok óta képvisel, és hát amelyre joggal lehet büszke. Én úgy hiszem, hogy az eredmények magukért beszélnek.